Halisztia, szevasztok! Zsíros deszka vagyok! És a mai videóban külön kérésetekre bemutatom a kávéfőzőnket. El fogok mondani egy pár dolgot, hogy mi az, amit szeretek benne, mi az, amit nem szeretek benne, mert még olyan is van, ezt képzeljétek el, hogy egy ilyen drága gépben is van valami, amit nem szeretek. És ezen felül a végén egy picit beszélni fogok az itteni Japánban lévő kávézó szokásokról. Ezt egyébként valaki a kommentbe kérte, hogy ha már egy nagy high-tech bemutatót nem tudok elkészíteni a gépről, mert ez előző videóban mondtam, hogy majd bemutatom a gépet, de olyan sokat nem tudok róla mondani, és akkor jött ez az ötlet, hogy akkor beszélt az itteni kávézós kultúráról, ami szerintem tök tuti. Szóval ez is meg lesz, ha nem felejtem el addig. Ami 5 perc innen, tehát valószínű, hogy el fogom felejteni. Na de mindegy, akkor csapjunk bele. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem szeretek benne. Először is az, hogy meg kell várni azt, hogy bemelegedjen. Tehát ez úgy szokott kinézni, hogy reggel felkelek, és én egyből abban a pillanatban fogmosás minden előtt szeretnék inni egy kávét. Tehát nekem ténylegesen így valahogy ez az első dolog, hogy kávét iszom, aztán ja, teszek-veszek. Mosogatok, nem mosogatni, nem. De ja, a kávét azt ugye el szoktam mosogatni. Ugye egyébként is szoktam mosogatni, nehogy ezt higgyétek. Én letámadnátok, hogy nem szoktam mosogatni, de szoktam. És igen, tehát, és utána fogmosás, stb. Nos, éppen ezért, tehát van egy ilyen kis készülékünk is, mivel hogy ez nagyon gyorsan lenyomatja a kávét, és így el tudom nektek mondani azt is, tehát ez nem úgy néz ki, hogy fogalmam nincs arról, hogy milyen íze van egy ugyanannak a kávénak, tehát itt most erről van szó, ugyanannak a kávénak, egy más készülékből kivarázsolt ízvilágának teljesen más az íze. Ténylegesen más, sokkal hígabb, sokkal vizesebb, hát igen, de kicsit más. Nos, ez egy Isomak Mandelina, vagy valami ilyesmi volt a neve. Csapjatok tarkon, hogyha valami mandarin féleség volt, tehát van Mandelina, vagy valami e-féleség. Nem tudom, ha valaki utána akar járni pontosan ennek a gépnek, ezt szeretné megvenni magának, úgy fogjátok felismerni, hogy az Isomak, vagy nem tudom, de ez egy olasz gép. Itt az oldalán tehát, ahogy látjátok, egy ilyen kifli, vagy egy félhold alakú gépről van szó, és itt van rajta egy ilyen kis kerek, szitaszerű valami jó popiság. Jó popi! Igen, tehát így lehet felismerni, és igen, az áráról nem akarok nyilatkozni, azt keressétek meg, hogyha meg akarjátok. Országonként egyébként is változik, tehát itt teljesen más az ára Japánban. Tehát ez egy olasz gép, Olaszországból hozzák, majdnem kétszer annyiba kerül, mint Európába. Tehát, ja, azt nézzétek meg saját magatoknak. Amit szeretek benne, egyik az, hogy nagyon finom kávét lehet vele készíteni, tehát majd meg fogom mutatni. Nagyon durván leszoktam préselni a kávét, és teljesen nyugodt lelkiismerettel kiadja magából. Volt ezelőtt egy kicsit olcsóbb gépünk, nem emlékszem a márkájára, annál ezt már nem tehettem meg, tehát úgy lájtosan kellett mindig bepréselnem a kávét ahhoz, hogy ki tudja magából erőszakolni, mivel hogy próbáltam, tehát nem arról van szó, hogy nem próbáltam, próbáltam úgy, hogy tá, beletuszkoltam, és egyszerűen nem adja ki magából a kávét, tehát ki kellett vennem, kitisztítanom és belerakni egy újat. Vesztettem egy adag kávét! Nos, ami jó, tehát ami ennél a gépnél nagyon jó, van rajta egy gőzölő ugye, és egy melegvíz kivezető nyílás, tehát teát is lehet vele készíteni, egy karmozdulattal jön ki belőle a melegvíz. Gőznél is ugyanez a helyzet, és egyetlen egy mozdulattal el lehet zárni, tehát hogyha csak hozzáérek, akkor így lehet tartani, vagy pedig ki lehet akasztani, és bum, egy mozdulattal vissza. Tehát általában a kávégépeken ez csavaros szokott lenni, tehát és akkor visszacsavarni, tehát nagyon-nagyon ez szerintem totálisan praktikus, tehát egy mozdulattal ki-be. Azon felül hátul lehet a vizet belerakni, ezt általában van itt egy ilyen kis kancsó nekünk, ugye, hely, de jó popi kis kakasos kancsó. És ebből szoktam ugye belepasszolni a vizet. Hoppá, itt valamit le is vertem. Menjél vissza oda. Úgy.
És ennyire egyszerű egyébként a dolog. Na most egy... Vannak olyan kávéfőzők is, tehát a még komolyabbak, amiket kávézók használnak általában, ha valaki még nem tudja, azok rá vannak kötve, rá vannak csatlakoztatva konkrétan a vízvezetékre, tehát ott nem kell külön töltögetni bele utána a vizet, hanem automatikusan rá van csatlakoztatva a víz szerkezetre, tehát jön a víz mindig. Itt viszont azt hiszem, hogy egy jó 2 literes a hátsó víz tartálya, tehát elég jó bírja. Ezen felül, mit kell még róla tudni? Mondtam, hogy nem lesz egy high-tech bemutató. Nagyjából ennyit tudok. A motorjáról nem tudok semmit. Van valami, különféle motorok vannak hozzá. Fogalmam nincs, hogy milyen jó pofiság van benne. De ja, így nagyjából ennyi. És imádom. És itt van egy ilyen kis tartály, amiben így a vizet így ki lehet önteni. Most csak a hangját halljátok, de ja. Tehát itt ki lehet belőle nyomatni a vizet, itt amit így kicsöpögtet magának túlnyomásnál, az is idejön, meg a gőzzel, amit játszogatok, az is idejön, stb. Tehát így van egy ilyen kis tartály itt, és nagyjából ennyi. Ennyi, amit tudni kell róla. Karbantartása nagyon egyszerű, én nem tartom karban. Amit láthatjátok, tiszta dzsuva, nem úgy azért leszoktam tisztogatni. Én még annyit hozzá, hogy rozsdamentes acélból készült az egész. Tuti szuper! Tehát volt már, ez a gép megvan nekünk már egy olyan jó 5-6 éve. Most már azért úgy vissza kéne polírozni ahhoz, hogy visszakapja a vadi új állapotát, de nekem így teljesen megteszi, néhányszor így leszoktam törölgetni, és annyi, és így már nem jön le ez a réteg róla, ami nem tudom, hogy minek az útján rárakódott, de mindegy, így is azért szerintem még jó állapotban van. Aztán akkor lenyomok egy kávét, megnézzük, hogy először is, hogy mennyire pancsár vagyok. Tehát ugye magában a kávékészítésben nagyon ott vagyok a szerem, viszont a latéban, tehát a latét azt általában csak télen szoktuk inni, melegen szeretjük olyankor a kávét, kint nagyon hideg van, általában kint szoktunk kávézni, és igen, tehát ez csak télen, és így ennek az útján, folyamatján, nyáron, mivel hogy nem gyakorlok, tehát a latte készítéséhez gyakorolni kell. Tehát nem mindegy, hogy az ember, mindjárt kikapom ide a kis tálkát, tehát ebbe rakom bele ugye a tejet, és az sem mindegy, hogy az ember milyen szögben tartja, mennyire merített bele a tejbe ezt a kis fúvócsövet, vagy hogy hívják ezt. A kivezető gőznyílás, milyen szögben, hogyan, meddig, mikor, stb. Egyébként gyakoroltam és tanultam is, tehát amikor úgy tél vége fele, nagyjából bele szoktam jönni, de jó, még csak most indultunk neki a télnek, és nem sokat készítettem el, úgyhogy ezt most valószínűleg nagyon el fogom bénázni, de úgyis megbocsátjátok nekem, remélem. Mert ha nem, akkor meg, akkor sincs semmi. De ja! Akkor nézzük meg, hogy milyen kávét enged ki magából először is, aztán lenyomok egy latét is, és utána elmondom az itteni kulturális kávéfogyasztási tudnivalókat. Ez az, a tudnivalókat! Ja, és még mielőtt erről megfeledkeznék, nézzétek meg, hogy amit faragtam kiskanalat, hogyha emlékeztek rá, teljesen jó bevált, tehát mivel hogy elég mélyre sikerült, ezért pont adja magát így a kávénál. Tehát ez úgy így néz ki, hogy a fölviszem, mindjárt odahozom a csap fölé. És akkor meg is nézzük, innen rakom ide bele. Itt van egy ilyen kis darálónk is egyébként, itt lent. Tehát ez már nem olyan jó minőségű, ez egy elég gyenge daráló. Ide, tehát felülre bedobjuk a szemeket, ugye. És itt ledaráljuk ebbe a kis pohárba, és innen át ide, aztán innen be a gépbe. Ez egy nagy komplikált a dolog, de jó, jó, jó működik. Oké, tehát itt vagyunk most a csap fölött, és ez így néz ki általában. Innen belepakolom ide a kávét. Általában belerakok amennyit tudok, tehát túlterhelni sem szabad, mivel hogy akkor nem lehet vissza passzírozni a gépbe ezt a kis tartót. De ugye úgy azért úgy rakok bele. Általában egy a tetejére ráhelyezve a poharat kapok egy sima felület, pedig általában átpasszolom ide a vágódeszkára, már csak azért is, mert hogy alatta ugye
csempe van, tehát hogy ne törjem össze a csempét. És itt már egy kis kocogtatás után, majdnem hogy a teljes testsúlyomat ráhelyezve belepasszírozom. Tehát amikor látjuk, hogy nem esik ki a kávé, akkor nagyon jó vagyunk. Nagyon belepasszíroztam. Következő fázis pedig nincs más hátra, mint előre, be a gépbe. Ezt is általában hogy egy picit úgy rászorítom, hogy feszüljön rajta. Tehát így már így a kávé, amit beleraktam, az már olyan prés alatt, olyan nyomás alatt van, hogy ahhoz már ténylegesen kell egy erős rendszer, hogy átpasszírozza a vizet rajta, és ez a gép köhögés nélkül megteszi ezt nekünk. Na, akkor hozok két poharat, várjatok! Itt is vagyok, hol is vagyok, és akkor nézzük meg, hogy hogy adja ki magából a kávé. Tehát itt is ugyanez a feladat, kávékiadásnál van itt ez a kar, kinyitom, bepasszolom arra, tehát kell egy pár másodperc, amíg elkezdi magából kinyomni, ez idő alatt visszarakom ugye ide. És nézzétek meg, hogy mennyire brutálisan fekete kávét ad ki magából egy csomó kremával együtt. Tehát amikor látod a kremát a kávéban, akkor az annyit jelent, hogy sűrű a kávé. És ilyenkor egy ilyen gyors mozdulattal azt bepasztolom alá, és így el tudom zárni. Tehát ebben a pohárban mindig egy picit több kávé van. Ezt is általában ugye ilyen kis... Hát olyan, mint a feles poharat, biztos, hogy láttatok már kávézóban kis kávés shot üvegeket, ugye ezeket a kis poharakat, abban szoktam régebben elkészíteni, aztán valahogy macerás lett az egész, és rájöttem arra, hogy egy ilyen ügyes, trükkös mozdulattal, hogyha gyors vagyok, akkor így is át tudom passzolni az egyiket, és ez idő alatt elzárom, és annyi, és akkor két pohára kevesebbet kell mosogatnom is, meg stb. Tehát így egyenesen abba a pohárba rakom bele, amiből már inni fogjuk. Nos, akkor lepasszírozom ezt a latés dolgot is, hogy lássátok. Ezt már csak azért, hogy lássátok, hogy mennyire béna vagyok, de esküszöm, hogy most kiadok magamból mindent, és megpróbálok két nagyon durva latéartot összehozni, nem tudom, hogy sikerülni fog, vagy nem. Az egyik legyen egy szív. Általában, mivel hogy ezt is azért hozzáteszem, hogy eredetileg egyenként kéne, tehát ez is nekem macerás, tehát a kettőt én egyben nyomatom le, tehát így a dőlés szöge önmagában, tehát az első, a szív, az nem fog jól sikerülni, azt már előre tudom, az sose sikerül jól, mivel hogy nem tudom olyan dőlés szögbe hozni ezt a kis edényt, vagy minek hívják, hogy szépen lehessen vele rajzolni, tehát így bum, így jön ki először, de a másodiknál annál jobb lesz. Tehát külön-külön kéne csinálni, nem fogom megtenni, mindig így csinálom, fölrakom félig tejjel, az pont elég a kettőre, és abból levarázsolok kettőt, és általában az első nem igazán jön össze, de a levél, azt megígérem, hogy valamit összehozok belőle. Így néz ki a japán tejből az egyik, ugye, ezt sem mondhatom, hogy mi ezt használjuk, mert mindig azt használjuk, amit éppen kapunk, tehát mi is elég sokféle tejet iszunk, ez pont így elég lesz. Na, akkor lássuk a medvét. Nem tudom, hogy ti látjátok-e. Na jó, ennek totálisan annyi. Úgy látszik, hogy túl sok lett a hab, hogyha látjátok, elég habos. Hú! Na, itt jön aztán, hogy zsíros. Te pancser! Na, nézzük akkor a másodikat. Ez lenne a levél. Hát totálisan nem. Ez nem hogy levél, de még egy abstrakt, nem tudom én, fűnyírónak is rosszul néz neki. Hát ezzel befaragtam. Hát most aztán szégyen, ami szégyen, zsíros gyerek, ez nem tud latét csinálni, laté artot. mondtam én, hogy ez nem fog összejönni olyan simán. Tehát önmagában nem a rajzolással van a baj, tehát ez nem tudom, rajzolásnak hívják, vagy valami olyasmi nekem, hanem a habot elkészíteni olyan államúra, hogy azzal lehessen rajzolni. Tehát ez benne a nehéz. Megpróbáltam, ténylegesen beleadtam anyait, apait, nem akarok mentegetőzni,
ezt elszúrtam. De nézzük meg az ízét, mert az egyébként nem sokat változik. Olyan, mint mindig. Finom! De ténylegesen nagyon finom, tehát így tudom, hogy az ízvilágot nagyon nehéz átadni, de ja, hát az egyik az ugye, hogy a kávé is, amit iszunk, ez is ugye mi választottuk, ez a mi döntésünk, nem mondom el, hogy milyen fajta, mivel hogy mindenkinek más az ízlése, ezt választáltuk ki saját magatoknak, tehát azt a kávét ihatjuk mindig itthon, amit szeretnénk. Ez az egyik oka egyébként az, hogy mi a jó az otthoni kávéfőzőbe, tehát aki szereti a kávét, az tudja, otthon kávézik, hogy kiválaszthatod magadnak azt a kávéfajtát, amelyiket szereted, és akkor minden nap azt ihatod. Nos, már így egyébként este van, hogy így bekávézgassak nektek. Ezt csak értetek teszem, tehát nem fogom meginni az egészet, hanem valószínűleg, hogy beledobom a hűtőbe, hűtőszekrénybe, és majd reggel akkor az lesz a kávé, jól kihűlt, teljesen értelmetlen, hogy felhabosítottam meg minden. De igen. És akkor beszéljünk egy kicsit az itteni kultúráról. Látjátok, nem felejtettem el, nem feledkeztem meg róla. Tehát itt a Japánban lévő kultúra, ugye mindenki úgy tartja, gondolom én, legalábbis nekem ez volt a fejemben, amikor ide Japánba jöttem, hogy itt teázás kultúra van, és a szamurájok ugye a szoba közepén ülve katonával melléjük csatolva a japán hölgyek hozzák a szertartásosan kimonóba, meg ilyenek a teát. Uram, a reggeli teája. Vagy valami ilyesmi. Tehát valami ilyesmi volt a fejembe. Aztán ez teljesen nem így néz ki, de egyébként így az idősebbek a mai napig is teáznak, tehát a tea kultúra az ugye a japánnak a gyökereibe bele van ivódva, hogy úgy mondjam. A teákról is tarthatnék egy külön kiadású videót, hogyha érdekel titeket, akkor megtehetem, bár sokat én se tudok róla, mivel hogy önmagam, én nem igazán szoktam, megmondom az igazat, nem szoktam teázni, de szoktam. Tehát ám a teázási kultúra az úgy néz ki, hogy általában, amikor csak szomjas vagyok, akkor, és nem meleg, hanem a meleg teát nem igazán csipázom. Ez van. Tehát én hidegen szeretem a teát, tehát csak egy üdítő helyett, mivel hogy ilyen üdítőket, kólákat, stb. Nem igazán iszom, hanem víz vagy tea. De a tea is egyébként, ha nem tudnátok, akkor az is nagyon sárgítja a fogakat, csak úgy, mint a kávé, tehát ez nekem nem számít, kit érdekel. Ha sárga a fog, az is fog. De igen, tehát általában így üdítő automatákból ugye mindig ott van a tea, ilyen fél literes tea, megnyomja az ember, kiadja, és így műanyag flakonból örülhetsz magadnak, hogy ez itt a... És így becsukott szemmel rá tudok gondolni, hogy egy hölgy hozza nekem a teát, hogy uram, a teája. Vagy valami ilyesmi, nem tudom, ezt hülyeségből mondom. De jó, tehát talán ennyi egyébként a teázási dolog. De itt a teázásnak is van egy külön kultúrája, és nagyon fontos az, hogy a tea levelek ugye melyikből, tehát az első hajtás az a legdrágább, az nagyon drága. A legelső hajtásnak a legfelsőbb, legfinomabb levele az drága. Aztán onnan lefele a következő levelek, stb. Vegyünk lefele, és a végén már géppel nyírják. Tehát fölül ugye kézzel szokták szedegetni, tehát az ténylegesen egy... Hát gondolom, hogy a császár meg a császárné az tiszta. Így szerintem így a hétköznapokban nem sokan fogyasztják azt. De aki szereti a teát, ők igen, tehát akik úgy ténylegesen teáznak, hogy oda vannak érte és minden, ők ott a háztartásban tudja, hogy ez is megtalálható. De ja, nálunk ilyen nagyon ritkán van, tehát nem mondom, hogy nincs, mi is szoktunk kapni különböző ajándékokat, különböző, hát így az évszakokban ez így hagyomány, itt így jönnek ilyen dolgok, arról is lehetne egy videó külön, tök mindegy, tehát néha nekünk is van, de úgy önszántunkból nem igazán szoktunk venni, na mindegy, hagyjuk a teát, tehát és ezen felül általában a fiatalok, meg az idősebbek is. Az idősebbeknél ez úgy megoszlik, hogy valaki csak teázik egész nap például, aztán van, aki teázik és kávézik,
vegyesen, aztán az idősebbeknél is van, aki csak kávézik, de a fiatalabbaknál nagyon-nagyon szerintem népszerűvé vált a kávé. Nem tudom, hogy miért. És ezen belül a kávézók is, tehát itt is ugyanúgy nagyon népszerű a Starbucks Café. És nem tudom, szerintem egy eléggé gyenge minőségű kávét adnak, de ennek ellenére én is néha iszom, amikor csak úgy elmegyünk bevásárolni, tehát bevásárlóközpont, és eszünk valamit, és amikor például nem egy étteremben eszünk, hanem vannak ezek a... Na, ennek nem tudom a nevét, tehát így föl vannak pakolva így körbe így az éttermek, kis éttermek, és így gyors étterem, de nem gyors étterem, mert tehát rendes kajákat is árulnak. De ja, ott és ott nem szoktak kávét adni, hanem csak üdítőt, és így aztán utána el szoktunk ugrani a Starbucksba, ott lepakolok valamba egy kávét, és így tudom azt, hogy hát, ja, úgy jobb, mint a semmi, tehát ezt így tudnám inkább kifejezni, hogy jobb, mint a semmi, de egy itthoni kávét meg sem közelít. Még nem is csak úgy halvány, de semmi köze nincs az itthoni kávéhoz, tehát összehasonlítani nem lehetne a kettő, de ezt akinek van otthon kávé főzőgépe, úgyis tudjátok. És nem azért, mert az ottani kávéfőzők sokkal rosszabbak, mint ez a gép. Nem, pont fordítva. Tehát az ottani kávéfőzők több milliós gépeket ugye használnak a Starbucksba, hanem az ottani kávé szemek, tehát a kávét, amit használnak, vagy csak az én ízlésemtől áll annyira messze, hogy mint innen 100 halombatta. Vagy én nem tudom. Tehát nekem nem jön be, biztos van, aki szereti, valaki azt esküszik érte, hogy az az igazi kávé, azon felül nincs. Nem tudom, ja, de tehát itt is nagyon népszerű, de általában azt is észrevettem, hogy általában a hölgyeknél népszerű, ez tudom, hogy meglepő, tehát amikor bemegyünk egy Starbucks kávézóba, akkor általában fiatalok és csajok vannak, és általában nem kávét isznak, hanem vannak ezek az édes, ilyen hab van a tetején, frappuccino, prepecino, mapuccino, crappa, pella, pepecino, meg ilyen neveket adnak neki, fogalmam nincs, és rápakolnak valami ilyen édes szirupot, meg csoki mézé darabokat, meg van ott minden, csak kávé nincs. Tehát igazából az egész mutatványnak semmi köze a kávézóhoz. Tehát nekem így a fejemben egy kávézó, az úgy néz ki, hogy bemegy az ember, és a kávé illata ugye elárasztja a helységet, és szól valami finom jazz zene, vagy blues, vagy stb. És az emberek kávét iszogatnak. Nem pedig, mit tudom én, milyen édes sütit, vagy ilyesmi. De ja, ez így elterjedt, ez eléggé... Ez a japán. Tehát minden, ami jön Amerikából, az király, az menő a fiataloknál. Aztán ráébrednek egy idő után, hogy jaj, nem is annyira menő, de ja. Addig is hadd éljenek, tehát ja, ha ez örömet szerezte ki, akkor igen. Az én lányom is egyébként imádja ezeket a nem tudom miket. Ja, a Starbucksba. De van egy ilyen szezon, úgy látszik, tehát ha szereti, akkor hadd igen. Nos, hát szerintem ennyi, amit el tudnék mondani. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, és itt a vége, fuss el véle. Sziasztok!